Szatnám, sziasztok! Pavanjit Kaur vagyok, Kormos Éva. És köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek, meg hogy ti is itt vagytok, meg hogy ismét van ez a nagyszerű rendezvény, és ezt a gyönyörű témát is nagyon szépen köszönöm. Nagyon szeretem, hogy mindig megmozgatnak ezek a témák, ahogyan hangolódom, meg készülök az előadásokra. És hát ez is egy határozottan olyan téma volt, aminek kapcsán nagyon mélyre kellett nyúlni magamban, hogy hol találok választ arra a kérdésre, hogy a különböző jóga tradíciók milyen módon segíthetik az emberiséget egy békésebb és szeretetteljesebb élet felé, ahol összefogás van és együttműködés, és nem pedig széthúzás és háborúskodás. Ennek kapcsán, hogyha már a békére gondolunk, mivel egy duális világban élünk, és az elménk is a polaritások mentén működik, ugye adódik az ellenpólus megjelenése, a háborúk és az erőszak és az agresszió. Mivel a közösségeket is egyének alkotják, ezért én azt éreztem, hogy érdemes ebbe így belezoomolni, hogy nekünk, mint a közösséget alkotó egyéneknek milyen felelősségünk van, milyen lehetőségeink vannak, és engem egy kicsit zavar ez a mikrofon, ha csak így beszélek, halljátok. Jó, akkor beszélek tovább a mikrofonba. Szóval, hogy azt gondoltam, hogy érdemes egy kicsit ráközelíteni arra, hogy kik vagyunk mi, akik alkotjuk ezeket a jóga közösségeket, és a tradíciók mentén kapcsolódunk. De azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy fraktál, vagy mint egy mag, hogy minden apró kis mag magában hozza az egésznek az információit, tehát hogy nagyjából minden, amiről szó esik, az a közösségekre is vonatkoztatható. És aztán majd beszélnék arról is, hogy a közösségek konkrétan, a közösségek előtt milyen lehetőségek állnak. Szóval ezt gondoltam, hogy előbb érdemes megnézni, hogy miért is háborúzunk mi emberek, honnan fakadnak ezek a konfliktusok. Mert hogy nyilván mindaz, ami kívül történik, azt mi csináljuk, tehát nekünk embereknek nagyon nagy felelősségünk van, egyéni felelősségünk is abban, hogy mi történik odakint a világban. És hogy ezek a háborúskodások mindig az emberi elmében fakadnak, és az egyéni konfliktusokból fakadnak, amiket a különböző vágyaink, az irigységek, a féltékenység, az önzőség, a hatalomvágy, és a többi táplálnak, illetve az, hogy tévesen érzékeljük a valóságot, hiszen ott van a tudatalattink, ott vannak a múltbéli tapasztalataink, és azok a hitrendszereink, amiket alkottunk mindezek nyomán, és ezek folyamatosan szűrik a mi valóságunkat, és eltorzítják az érzékeléseinket. Mindaz, amit érzékelünk a világból, és ahogyan arra reagálunk, azok mögött mindig ott vannak a tudatalatti sémáink és berögződéseink, és annyira ragaszkodunk ezekhez a hitrendszereinkhez, hogy ezért képesek vagyunk ölni is akár. Hiszen az én hitrendszereim határozzák meg a valóságomat. Ez alapján tájékozódom a világban. Hogyha te jössz és csinálsz valamit, vagy mondasz valamit, ami ellentmond az én hitrendszeremnek, annak, ahogyan én látom a világot, akkor azzal az én létezésem egy fenyegetett, hiszen az én identitásom erre alapszik. És hogyha te az én életemre törsz, akkor nekem meg kell védenem az életemet, akár a te életed árán is, és akkor már is ott vagyunk a háborúknál, hogyha csak végignézzük a történelmet, hányszor haltak meg emberek százezrei azért, mert másképpen gondolkodtak. Tehát a célunk nyilvánvalóan az a jóga gyakorlása által, hogy felismerjük ezeket a rejtett motivációinkat, és megszüntessük az ezekkel való azonosulást, hogy ne ezek irányítsák az életünket és a kapcsolatainkat. És pontosan úgy, ahogy a békétlenség is bennünk van, hiszen amint kint, úgy bent, hogyha körülöttünk konfliktusok és háborúk zajlanak, akkor az nem független tőlünk, és érdemes
elgondolkozni azon, vagy azt gondolom, hogy egy joginak kötelessége elgondolkozni azon, hogy vajon ez mit üzen számomra, hol vagyok én ebben a történetben, milyen üzenete van számomra, hol van bennem az erőszakosság, hol van bennem a háborúskodás. És nem csak mint egyénben, hanem akár közösségben is. Tehát, hogyha konfliktusok vannak körülöttünk, közöttünk, akkor mi, mint közösség, vajon hol adunk teret ezeknek a motivációknak az együttlétünkben, vagy a közös munkánkban. És mivel ugye a jóga az egység filozófiája, tehát ha elfogadjuk azt az alapvetést, már pedig nyilván, ha jogát gyakorlunk, akkor elfogadjuk ezt az alapvetést, hogy minden egy, mi mindannyian folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és folyamatos kommunikációban vagyunk. Minden pillanatban információkat adunk le, és információkat veszünk el fel egymástól. Olyanok vagyunk, mint egy hatalmas, végtelen nagy háló, ami behálózza az egész Földet, és minden ember egy-egy csomópont ennek a hálónak a szövetében. Vagyis bármi, ami történik odakint, az előbb-utóbb eljut hozzám és hat rám, és bármi történik bennem, az hat a nagy egészre. És ezért fontos az, hogy folyamatosan reflektáljunk magunkra mindazok alapján, amit kívül érzékelünk a valóságunkban. Nemrég hallgattam egy előadást, és ott hallottam ezt a csodálatos mondatot, ami úgy szól, hogy ha azt akarod, hogy a dolgok megváltozzanak az életedben, akkor meg kell változtatnod a dolgokat az életedben. Hát szerintem ez a legrettenetesebb evidencia, amit valaha hallottunk, de pont attól ennyire rettenetes, hogy ennyire evidens. Csak hogy ezt nem szoktuk átgondolni, mert általában azt szeretnénk, hogy változzon meg az életünk, de nekünk ne kelljen ehhez semmit sem változtatni. Márpedig ez nem egy belső átalakulás és áldozatok nélkül. Ahhoz, hogy a valóságot tudjuk változtatni, ahhoz belül meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, a viszonyulásunkat, az értékrendünket, és legfőképpen az érzékelésünket, az észlelésünket, azt, ahogyan érzékeljük a valóságot, és azt a perspektívát, ahonnan figyeljük az életet. Nem mindegy, hogy én hogyan élem az életemet egy véges énként, egy korlátolt térben és időben lekorlátolt személyként, vagy tudatában vagyok a végtelenségemnek, és annak, hogy ez a végtelen rajtam keresztül ebben az test-elme konstrukcióban tapasztal és éli ezt az életet. Egészen más lesz a viszonyulásom, hogyha van arról tapasztalásom, és a jogában erre törekszünk, hogy megtapasztaljam, és ezért az én legmélyebb belső tudásom legyen az, hogy én nem csak ennyi vagyok, ami most itt látszik belőlem. Ha tehát békét szeretnénk teremteni magunkban, akkor a békének ehhez a legbelsőbb forrásához kell kapcsolódnunk, ami az önvalónk, hiszen az alapvető természetünk a béke, az alapvető természetünk a szeretet, az alapvető természetünk a teljesség. És ezt megtapasztalni csak azáltal lehet, hogyha azt keressük, hogy kik vagyunk mi. Ezért nekünk, mint jogát gyakorlóknak, jogát tanítóknak, joga tradíciókat képviselőknek nagyon fontos feladatunk azt, hogy ezt sose tévesszük szem elől, hogy ez mindig ez legyen a csillagfényünk, ami vezet, és ez legyen a kommunikációnk és a kapcsolódásunk lényege egymással, egymás viszonylatában is. Illetve állati jófejek voltak az elődeink, mert nem hagytak minket csak úgy minden segítség nélkül. Nagyon pontos útmutatásokat hagytak nekünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tájékozódjunk ebben a világban, az életben. Itt vannak a jáma és a niáma alapelvei, amik alapvetően segítenek megtalálni a megfelelő viszonyulást önmagunkhoz és másokhoz. Ez egy olyan erős alapja, olyan cementje a gyakorlásnak, ami nélkül valójában a gyakorlásunk nem fogja tudni elérni a valós célját, hogyha ezeket nem tartjuk szem előtt. Yogi Bhajan azt mondta, hogy egy újfajta érzékenységet kell kialakítanunk magunknak. Ő self-sensory humannek nevezte a vízöntőkor emberét, aki képes arra, és nyilván a gyakorlás az, ami hozzásegíti ehhez a képességhez, hogy a valóságot a tudat alatti megkerülése által közvetlenül az intuíció és a tudatosság által érzékelje. És a döntéseit és a cselekedeteit ez határozza meg.
Vagyis erősítenünk kell magunkban egyfajta semlegességet, és törekednünk kell arra, hogy túllépjünk a dualitáson, túllépjünk a polaritáson, és engedjük az életet csak megtörténni rajtunk keresztül, anélkül, hogy elvárásokat támasztanánk, vagy próbálnánk kontrollálni az életet. Illetve ott van természetesen a szádanánk is, a mindennapi gyakorlásunk, ami egy lehetőség arra, hogy nap mint nap megküzdjünk a démonainkkal, hogy nap mint nap ránézzünk korlátozó hitrendszereinkre, hogy nap mint nap diadalt arassunk a régi paradigmákon, és túllépjünk azokon a határokon, amik csupán az elménkben léteznek. Ez az tehát, amit mi egyénenként, individumként megtehetünk a béke megtalálásáért, és aztán, hogyha megnézzük, hogy hogyan kapcsolódunk, milyen kapcsolati hálóban élünk, az egész életünk valójában kapcsolatok hálója. És Jogbedzsen három dolgot fogalmazott meg, amit nagyon fontos felismernünk, ahhoz, hogy a kapcsolataink valóságosak lehessenek. Az egyik, ez a kölcsönösség. Mutuality, angolul ez a szó, ami a latin mutus és mutare szavak töveiből származik. A mutus azt jelenti, hogy adni valamit cserébe, a mutare az pedig azt jelenti, hogy megváltozni, megváltoztatni. Vagyis a kölcsönösség ebben az értelemben azt jelenti, hogy ha én adok neked, akkor azáltal te is és én is megváltozunk. És itt már érdemes ezt rávetíteni arra, hogy mi közösségeként, tradícióként hogyan kapcsolódunk, mert ebből az következik, hogy ha bármilyen módon segítjük egymást, azzal mindannyian jól járunk, abból mindannyian profitálunk. És azt gondolom, hogy a jogát képviselő közösségeknek a legnagyobb feladata az, hogy a saját példájukkal tanítsanak, vagy segítsenek, segítsük az embereket. Tehát igazából akkor vagyunk hitelesek, hogyha mindezeket az alapelveket egymás közt is meg tudjuk valósítani, hogyha tényleg ezeknek az értékeknek a mentén tudunk élni, és kapcsolatban lenni egymással. A következő ilyen törvényszerűség, ez a kölcsönös függőség. Ami lehet, hogy elsőre ilyen riasztóan hangzik, mert hogy folyamatosan a függetlenségre törekszünk, de valójában az van, hogy a fogantatásunk pillanatától kezdve függünk másoktól, és függünk a környezetünktől. Még akkor is, ha felnőtt emberek vagyunk, egy csomó dolog van körülöttünk, amitől az életünk függ. És ezt azért fontos felismerni, mert elképesztően sok energiát tudunk elveszíteni, elfecsérelni arra, hogy próbáljuk a függetlenségünket és az önállóságunkat, nem is annyira az önállóságunkat, inkább tehát, hogy ezt a függetlenséget, hogy én nem függök senkitől, nekem nincsen szükségem senkire, ezt próbáljuk bizonygatni, miközben ez eleve egy nonsens, tehát, hogy bele fog törni a bicskánk, hogyha ezt szeretnénk bebizonyítani. És a harmadik ilyen törvényszerűség, ez pedig az együtt létezés, amit már említettem, hogy valójában ebben a láthatatlan szövetben mi mind egy-egy szem vagyunk, és ezért folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és hatással vagyunk egymásra, együtt létezünk, és együtt teremtünk. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk egy adott közösségben mi történik, vagy ő mit kommunikál, vagy ő hogyan jeleníti meg a jogát, mert bármit teszünk, bármit kommunikálunk, az mindannyiunkról mond valamit. Tehát, hogy nem tudjuk igazából elszeparálni magunkat egymástól. És Jogi Bhajan arra emlékeztetett, hogy ez nem egy rossz dolog. Tehát, hogy ez valami, amivel meg kell tanulnunk élni, amit kell tudnunk használni. Illetve még egy fontos alapelv van, ami a vízöntőkorra nagyon jellemző, az, hogy megértsük azt, hogy egyszerre vagyunk egyediek és egységben létezőek. Az egyedi azt jelenti, hogy különleges a maga nemében. Nincs még egy olyan, mint te, vagy ő, vagy bárki más. Vagyunk itt pár milliárdan a Földön, de nincs kettő ugyanolyan. És ez éppen úgy igaz
a különböző joga irányzatokra is. Mindegyik egy teljesen egyedi módon közelíti meg ugyanazt, ahogy a bevezetőben hallottátok, egy a láng, egy a fény, egy az Isten, mindannyian afelé törekszünk, és mindannyian megtaláljuk a magunk módját, vagy azt az utat, amivel rezonálunk, ami működik számunkra. Ugyanakkor ezekben az utakban is találkozunk, ezekben az utakban is egységben vagyunk, és fontos felismernünk azt, hogy ahelyett, hogy arra törekednénk, hogy a különbözőségünket képviseljük, vagy azt hangsúlyozzuk, vagy valamilyen módon igazoljuk, ehelyett felismerjük azt, hogy nem kell különlegesnek lenni, egyszerűen önmagunknak kell lenni, önazonosnak kell lenni, hitelesnek kell lenni, és az abból önmagából adódóan fakad az egyediség és a különlegesség. Tehát ez azt is jelenti számomra, hogy a versengés az egy butaság. Tehát, hogy semmi okunk nincs arra, hogy versengjünk, egyszerűen be kell látnunk azt, hogy mi együtt tudunk igazán erősek lenni, együtt tudunk hatékonyak lenni, és mivel mindannyian valamilyen nagyon egyedi utat kínálunk, ezért mindenki meg fogja találni a világban azt az utat, amire neki szüksége van. És ezért teljesen értelmetlen dolog versengeni, és nem tudom, hogy ez a különböző joga tradíciókban mennyire van jelen, de szerintem ez is egy fontos téma, amiről érdemes beszélgetni, hogy például egy közösségen belül is, akár mint tanárok, hogyan tudjuk támogatni egymást, ahelyett, hogy versengésben fecsérelnénk el az energiánkat és a drága időnket. És aztán tovább haladva, annak kapcsán, hogy mi, mint tradíciók, hogyan érdemes ápolnunk az egymással való kapcsolatunkat, azt gondolom, hogy a kommunikáció az egy nagyon fontos téma, illetve a konfliktusok kezelése, hiszen hogyha kapcsolatban vagyunk, és ezért is fontos az, hogy ennek az együtt létezésnek a tudatosítása, és az, hogy törekedjünk arra, hogy ne próbáljunk meg elszigetelődni, mert az, hogy együtt létezünk, az magával hozza azt, hogy konfrontálódni fogunk. Hiszen erről szólnak a kapcsolatok, hogy szembesítsük egymást, tükröt tartsunk egymásnak azokra a dolgokra, ahol még nem vagyunk tisztán önmagunk, vagy ahol még mindig elhittünk magunkról valamit, ami nem a valóság, ahol ellene dolgozunk az isteni törvényeknek, nem tudom ennél egyértelműbben mondani. Tehát a kapcsolatokból eleve adódik a konfrontáció. Yogi Bhajan azt mondja, hogy ha egy konfrontációban nem tudunk beleállni, hogyha nem engedjük meg, hogy megtörténjen, és nem tudjuk kezelni, és elnyomjuk, vagy elmenekülünk belőle, na abból lesz a konfliktus. Úgyhogy az okos jogi mit csinál? Jelen van abban, ami történik, beleáll a konfrontációba, hajlandó szembenézni önmagával, hajlandó szeretettel tükröt tartani a másiknak, és feloldja ezt a helyzetet. Tovább segítjük egymást, átsegítjük egymást a saját elakadásainkon, hogy ne legyenek konfliktusok ezekből a megoldatlan helyzetekből. Én összegyűjtöttem néhány dolgot, amire szerintem így még érdemes figyelnünk az egymással való kapcsolatunkban. Az egyik az, hogy, mert hogy ugye folyamatosan kommunikálunk, akár akarjuk, akár nem, folyamatos ez az információ áramlás köztünk, a kérdés csak az, hogy mennyire tudatos. És ez a kommunikáció, ez történik egyrészt önmagammal, a társaimmal, egy közösségen belül, a közösségek közt, illetve a közösségek és a társadalom közt, hiszen részei vagyunk ennek a társadalomnak. Ezért szerintem nagyon fontos például az, hogy ne tápláljunk semmiféle illúziót a jogával kapcsolatban. És ezeket a dolgokat egyébként abszolút ilyen személyes tapasztalások alapján gyűjtöttem össze. Én egy ideig azt gondoltam, lehet, hogy naív vagyok, hogy ha majd jogázom, akkor az életem az egyszer csak nagyon szép lesz, és könnyű, és tökéletes, és minden baj elszáll. Hát le kellett számolnom ezzel az illúzióval, hiszen a jogának joga nem úgy működik, mint egy varázskapszula, hogy csak bekapod, lenyeled, és onnantól minden tökéletes lesz, hanem egyszerűen abban segít, hogy máshogy legyél jelen az életedben, hogy ne azonosulj a jelenségekkel. És aztán ez persze hosszú távon okozhatja azt, hogy az élet könnyebb lesz, vagy örömtelibb, vagy teljesebb, vagy akár egészségesebb is leszel.
De ennek ára van. És az az ára, hogy le kell számolnod azzal, vagy el kell engedned azt, hogy bárki mást hibáztass a saját sorsodért. Bele kell állnod annak a felelősségébe, hogy ez az élet az olyan lesz, amilyenné te teszed, és ezért nem mások a hibásak. Szóval a jóga, ezzel csak azt akartam mondani, hogy ez nem feltétlenül a legkönnyebb út, és hogy ezt fontos kommunikálnunk. A másik az, hogy ugye azt mondtam, hogy a jáma és niáma olyan alapelveket ad nekünk, amik segítenek így a tájékozódásban és a kapcsolataink menedzselésében. És hogy mit csinálunk akkor, hogyha azt látjuk, hogy valaki eltér ezektől az elvektől, akár a saját közösségünkön belül, akár egy másik közösségben. Hogyan reagálunk erre a helyzetre? Vádaskodunk? Ítélkezünk? Elfordulunk attól az embertől? Megbüntetjük ezt az embert? Ezek elég általános reakciók, szóval nem lenne meglepő, hogyha ez történne. És itt egy másik illúzióval is le kellett számolnom az életemben, mert azt gondoltam, hogy egy spirituális közösségben ilyen dolgok nem történnek, és aztán rá kellett jönnöm arra, hogy de, mert a spirituális közösségben is emberek vannak, és mi emberek gyarlók is vagyunk. Ami viszont megkülönböztethet egy spirituális közösséget az emberektől általában, az, hogy vannak eszközeink arra, hogy más módon kezeljük ezeket a helyzeteket. Hogy megértjük azt, hogy például ér hibázni. Tehát nem vagyunk tökéletesek. A kérdés az, hogy mit kezdünk a hibáinkkal. És hogy nem feltételezünk rosszat egymástól. Nincs értelme vádaskodni, mert abból az a kiinduló pontunk, hogy mindig mindenki a tőle telhető legjobbat teszi, és a legjobb tudása és szándéka szerint teszi a dolgát. Lehet, hogy néha hibázik, de akkor megvan a lehetőség arra, hogy odaforduljak hozzá, és jelezzem neki, hogy azt érzem, hogy itt most valami történt, ami a mi megegyezésünk szerint nem az, ami felé szeretnénk tartani. Most éppen van egy ilyen történés, amiben például a Jóga Oktatók Szövetsége is beleállt, egy rendszerrel kapcsolatban problémák merültek föl, és a Jóga Szövetség megtette azt, hogy létrehozott egy teret, meghívta a különböző feleket, hogy lehetősége legyen arra a két félnek, hogy meghallják egymást, mert nagyon sokszor csak elbeszélünk egymás mellett. És ez egy nagyon-nagyon értékes dolog szerintem az, hogyha egy közösségben működni tud ez, és ezért fontos, hogy ezt működtessük a saját közösségeinken belül is, és a közösségek közt úgy szintén. Köszönöm. A másik az, hogy nagyon fontos tartózkodnunk azzal, hogy negatív dolgokat mondjunk másokról, hogy ítélkezzünk másokkal kapcsolatban. Nem csak azért, mert karmát teremtünk vele, és attól a jogi haja égnek el, mert az az utolsó dolog, amit szeretne, hanem azért, mert egyáltalán nem biztos, hogy van elég információnk, és tudásunk arról a helyzetről, arról az emberről, arról a szituációról, arról a rendszerről, hogy egy objektív ítéletet tudjunk alkotni. Nem olyan régen belefutottam egy videóba, amin valaki körülbelül 40 percen keresztül az előadásának egy nagyon jelentős idejét azzal töltötte, hogy próbálta a tanítványainak elmagyarázni, hogy a Yogi Bhajan-féle kundalini jóga az csak egy összeollózott, nem tudom milyen légből kapott rendszer, és ez valójában nem is jóga. És ez engem egyrészt, igen, elsőre sokkolt, aztán utána így megpróbáltam elgondolkozni rajta, hogy vajon miért volt ez neki fontos, vagy mit kapott ő ebből. És hát valójában Yogi Bhajan azt mondja, hogy az, aki kapcsolatban van önmagával, aki tisztában van saját magával, aki tisztában van a képességeivel és a feladatával, annak igazából nincsen szüksége sem erőfitoktatásra, sem arra, hogy bizonyítson bármit, sem arra, hogy megvédje magát. Ugyanakkor, hogyha nem érezzük magunkat elég erősnek, hogyha nem vagyunk kapcsolatban saját magunkkal, akkor az, hogy másokat
lehúzunk, vagy másokat rossz fényben tüntetünk föl, az megadhatja azt a pillanatnyi érzést, hogy valaki fölött állok, hogy valaki fölé kerültem. De valójában, hogyha te a helyeden vagy, akkor erre semmi szükséged nincs. Szóval azt hiszem, hogy erre is például nagyon fontos odafigyelnünk, hogy ne essünk bele ebbe a hibába. És hát még egy fontos tanítása volt Yogi Bhajannak, hogy soha ne rekeszd be a kommunikációt, soha ne hagyd abba a kommunikációt. Bármilyen nehéz is, mindig tedd meg a tőled telhető legtöbbet, annak érdekében, hogy találkozzatok, hogy valami kölcsönös megértés szülessen köztetek, de mindig hagyd nyitva az ajtót. Az, hogy a másik mit csinál, az nem a te felelősséged, de te benned maradjon meg mindig a nyitottság arra, hogy bármikor felvegyétek a kommunikáció fonalát. És akkor ezek után én tartottam egy ilyen brainstormingot magamban otthon, hogy mégis milyen módon történhet meg a jóga tradíciók összefogása, vagy miket csinálhatunk mi együtt. Én most csak így bedobok a térbe mindenféle dolgot, aztán így elgondolkozhatunk rajta együtt, vagy meglátjuk, hogy melyiknek van realitása, melyik az, amiből valami történhet. Illetve már most vannak olyan dolgok köztük, amik történnek. Nekem mindig szívügyem volt az, hogy a jógát elvigyük különböző speciális közegekbe. Egy ideje szerintem nagyon látványosan történik az, hogy ez a több ezer éves tudás elkezdett differenciálódni. Egy-egy jóga hagyomány berkein belül is megjelennek olyan irányzatok, amik különböző csoportokat, különböző igényekkel céloznak meg, és akkor különböző tradíciókon belül is van gyerekjóga, vagy van időseknek szóló jóga, vagy van kismama jóga, vagy van jóga különböző betegségekkel élőknek. És hogy ez egy természetes igény, ami megjelenik a világban, és ezért mi jóga tradíciók ennek adhatunk teret, hogy ezeknek megfeleljünk, nem is kicsit bele kell gyorsítanom, mert már csak 5 percem van, és még egy csomó ötlet itt van. Szóval szerintem ez is egy lehetőség, hogy ilyen különleges célcsoportokkal jogázzunk, és ebben együttműködjünk. De akár helye lehet a jogának a versenysportban, az üzleti életben, vagy akár a politikában is. Hát szerintem ez egy ilyen tök jó dolog lenne, hogyha minden parlamentben a világon lennének jogaórák. Hát nekik igazán nagy szükségük van rá, hiszen nagyon nagy nyomás alatt vannak, nagyon nagy felelősség van a vállukon, és képzeljétek el, milyen lenne egy olyan világ, ahol a vezetőink tudatosan és a jogikus elvek mentén vezetnék az embertársaikat. Aztán csinálhatnánk közös széva projekteket. Ez is olyan dolog, ami igazából már történik több közösségben is, az, hogy mondjuk adományokat gyűjtünk, vagy ruhákat gyűjtünk, vagy ételosztást tartunk. A kundalini joga hagyományban, Espanyolában például a Yogi Bhajan Ashramjában azt szokták csinálni, hogy vasárnap mindannyian az egész közösség összegyűlik egy közös szertartásra, és aztán az adományokból vásárolt élelmiszerekből csomagokat készítenek, és elviszik a környéken élőre elszoruló családokhoz. Aztán közösségi és szakmai találkozók is nagyon sokat segíthetnek nekünk, és ez megint csak valami, ami történik, és ezért nagy köszönet a Joga Oktatók Szövetségének és a Bhaktivedanta Főiskolának, és mindenkinek, aki dolgozik azért, hogy ezek a programok létrejöjjenek, mert ez egy nagyon új dolog, hogy egyáltalán van tér és idő arra, hogy mi találkozzunk egymással, hogy eszmét cseréljünk, tapasztalatot cseréljünk, hogy megismerjük egymást. Összeírtam néhány témát, amiről szerintem így érdemes beszélkedni. Például a spirituális fejlődésnek a buktatói, a spirituális ego, aztán a tanári szerepekből adódó nehézségek és kihívások, amik általánosak, tehát nem feltétlen technikához, gyakorlatokhoz kötődőek, hanem olyan helyzetek, amiben minden tanár benne találja magát. Vagy a gyakorlók például, amikor elkezdenek gyakorolni, és az életükben eljönnek jogára, mert azt szeretnék, hogy az életük megváltozzon, és jobb legyen, és egyszer csak minden összeomlik körülöttük, és nem értik, hogy mi történik.
és nyilván a régi közeg nem feltétlen az a közeg lesz, ami ebben támogató, és érti, hogy mi történik, és segíteni tud ezeken a pillanatokon túljutni. Úgyhogy az is egy jó dolog, hogyha annak is tudunk teret adni, hogy a gyakorlókat átsegítsük ezeken a pontokon. Aztán eszembe jutott az például, hogy létrehozhatnánk egy olyan fórumot, ahol bárki, aki valamilyen projektet, jogával kapcsolatos projektet szeretne elindítani, ott kereshet hozzá társakat, kereshet hozzá támogatókat, illetve a kutatások is szerintem egy izgalmas terület, különösen, hogyha elindulunk tovább a jogának a terápiás használata felé. A Joga Terapeuták Egyesülete is éppen most van születőben, és ez is egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy a magyar joga élet idáig eljutott. Tehát látszik, hogy erre van igény. Aztán szerintem izgalmas dolog lenne például női és férfi köröket tartani, akár közösségeken belül, akár közösségek különböző közösségek asszonyai és férfiai között, hiszen a joga gyakorlása vagy tanítása is egy csomó kérdést vet föl, például, hogy hogyan összeegyeztethető a joga és a család, a joga és a karrier, hogyan befolyásolja a joga gyakorlása vagy a jogikus elvek azt, ahogyan például a gyerekeinket neveljük. Illetve közös meditációk, mantrázás, vagy egyszerűen csak az, hogy együtt vagyunk csendben, tényleg meditálunk és elmélyülünk. Ezek szintén nagyon fontos pillanatok, hiszen nagyszerűek ezek a találkozók és előadások, de azért itt még mindig az elme és az intellektus szintjén vagyunk, és a jogáról egy bizonyos szintig jó beszélni, de azért alapvetően megtapasztalni érdemes, és ez nagyon jó, hogyha erről van közös tapasztalásunk is, és ezért tök jó, hogy mindjárt lesz itt egy mantra, közös mantrázás, meg hogy egész nap lehetett együtt gyakorolni, és ebből minél több van, annál jobb. Yogi Bhajan 1986-ban indította útjának az International Peace Prayer Day-t, egy nemzetközi ima napot. Számtalan béke megmozdulás van már a világban, tehát akár ilyesmikhez is csatlakozhatunk mi, mint joga tradíciók, vagy mi magunk is indíthatunk egyet. Illetve az jutott eszembe, hogy az is szuper lenne, hogyha lenne néha időnk és terünk kötetlenebb együttlétekre is, mondjuk egy nyári néhány napos joga fesztivál keretében, ahol szintén tudunk együtt gyakorolni, de hogy az együttélésnek más minőségeit is megélhetjük azáltal, hogy valamit együtt hozunk létre, együtt kelünk, együtt fekszünk, együtt főzünk, együtt eszünk, és minden, ami együtt jár ezzel az együttléttel. Tehát összefoglalva azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a béke az elsősorban egyéni felelősségünk, legelsősorban önmagunkban kell megtalálnunk, és annak a legtisztább forrásában az önvalóban felismernünk ezt, hiszen ez nem valami, amit meg kell tanulnunk, vagy amit ki kell művelnünk magunkban, hanem valami, ami mi vagyunk, ez a mi esszenciánk. Tehát amihez a gyakorlás kell, az nem önmagad felismerése, hanem az, hogy elfelejtsd az összes többit, ami nem vagy, és megszüntesd azt, hogy ezek az automatizmusok éljék az életedet helyetted. Tehát azt tudjuk tenni, hogy békét kötünk önmagunkkal, megbékélünk önmagunkkal és egymással, hogy tudatosságra törekszünk, hogy igyekszünk a szívünkből élni és tudatosan kommunikálni, illetve a közösségeinkben teret adunk annak, hogy megtörténhessen ez a konfrontáció, hogy olyan közösségekben élünk, ahol megtartjuk egymást ezekben a dolgokban, ahol képesek vagyunk egy kicsit feladni az egónkból, egy kicsit kilépni a komfortzónánkból, illetve hogy saját életünket tesszük olyanná, amilyennek a világot látni szeretnénk. Békéssé és örömtelivé és szeretetteljessé. És szívből kívánom, hogy ez mindannyiunknak sikerüljön. Köszönöm a figyelmet. Szakmán.